Ebben a részben megnézzük, hogy a különböző képmódosító eszközök mire valók, hogyan lehet őket használni. Első körben kattintsunk erre a SebTapasz ikonú eszközre. Ezzel különböző képpontokat tudunk összemosni. A SebTapasz eszköznél, akik rákattintottunk, véghúzzuk a képnek a kívánt részén, és ott egyfajta elmosást fogunk tudni találni. A képpontokat az alatta lévő mezőből fogja elvenni ez az eszköz. Ez ritkábban használható, egyfajta gyors maszkolási vagy gyors képjavítási eljárás. Én ezt kevésbé szeretem, ettől egy jobban hangolható az ez alatt lévő Helling Brush Tool, aminek ki tudjuk választani, hogy a kívánt képpont honnan kerüljön kivágásra, és hová legyen átmásolva. Ez pedig a baloldali Alt gomb lenyomása mellett meg is változik ez a külalakú jelölőeszköz jelölőfelülete. Lenyomásával kiválasztjuk, hogy honnan szeretnénk kivenni ezt a pixelmezőt, és onnantól kezdve ezt át tudjuk másolni, és tudjuk használni. És ez szépen össze fogja mosni a hátteret a kiválasztott és átmásolt képpontokkal. Ez egy viszonylag kellemesen használható, hogyha felületi repedéseket, egyenletlenségeket, vagy pedig egy fotóalnak az arcát szeretnénk rendbehozni, bőrhibáit szeretnénk eltüntetni. Ennek is tudjuk állítani a keménységét, látságát, itt ezt pedig fönn tudjuk megtenni. Ide kattintva ki tudjuk választani a méretét, ki tudjuk választani a keménységét, minél lágyabbat teszünk, annál kellemesebb átmenetet kapunk, minél nagyobbat teszünk, ez a képtől függ, illetve a képrészlettől függ, amit szeretnénk módosítani, szeretnénk javítani. Minél nagyobbat választunk ki, annál rövidebb munkát tudunk kapni, de nem mindig tudjuk alkalmazni. Kellő méretet kiválasztjuk, a kellő keménységet, és megnézzük, hogy mit tudunk vele tenni. Tehát akkor legyen a méret 70-es, a keménység legyen 50-es, ide kattintva Alt gomba kiválasztjuk a másolni kívánt területet, Alt gomb lenyomása mellett, itt látjuk is, hogy mit fogunk megkapni a másolásnál, és oda húzzuk, ahova szeretnénk másolni, és gyönyörű szépen bele fog simulni a háttérbe. Olyan, mint a függöny kapta volna meg ezt a cserépmintát. Nézzük meg a következő eszközt, ezt a foltozó eszközt. A foltozó eszköz úgy működik, hogy előzőleg kiválasztjuk azt a területet, amit foltként szeretnénk használni, kijelöljük, itt megjelenik egy gyors kijelölés, vagy akár ide is tudjuk jelölni, és ezt a foltot áthúzzuk egy másik felületre, vagy akár ide. És ahová húztuk, azt a mintát fogja majd betenni az előzőleg kijelölt kis foltba, alakba, rublikába. Tehát mi szeretnénk kicserélni ennek a muskátnénak a betétét erre a fabetétre, akkor azt tudjuk tenni, hogy először is a kiválasztott terület kiválasztását töröljük, de select gombbal körberajzoljuk a muskátlit, vagy annak egy részletét, amit szeretnénk kicserélni egy másik részletre. Ha ez megvan, akkor ezt átmozgatjuk. Mondjuk legyen a muskátli helyén a tetőcserép. Ide mozgatjuk, és a muskátli helyén a tetőcserép lett. Nyilván, hogyha a tetőcserép egy olyan helyen van, ahol körülötte zavaró részek vannak, nem célszerű odahúzni, mert kisebb kijelölést kell választani, és figyelni kell arra, hogy a befoltozni kívánt terület az fedje a mintaterületet. Nézzük meg a következő eszközt. Ez is egy hasonló az előzőhöz. Itt két területet fogunk egymással kicserélni. Először is ennek a kijelölésnek eltüntetjük a kijelölését, és szintén rajzolunk egy területet. Majd ezt a területet átmozgatjuk máshová, ahonnan az adott területre mintát szeretnénk venni.
De látjuk a kettő között a különbséget. Ilyenkor nem csak a mintaterület változik, ahonnan ezt a kiválasztást indítottuk, hanem a kiválasztás is mozog vele együtt. Szintén kisebb munkáknak a meggyorsítására, kisebb retusálási munkák meggyorsítására alkalmas. Ez a redely túl pedig a vörös szemhatást csökkenti a képen, ki kell jelölni azokat a képrészeket, ahol az illető fotóaljának vörös lett a szeme, és ezáltal ennek az eszköznek a segítségével viszonylag gyorsan tompítható a vörös szemhatás. Nézzük az ecset eszközöket. Itt ceruza, ecset és egyéb ezeknek a keveréke alkalmazható. Kattintsunk ide az első eszközre, az ecsetre. Itt megjelenik fönt az ecsetnek a beállítási lehetősége. Van egy opacitása, egy folyatása, mérete. A méretnél be tudjuk azt állítani, hogy mekkora átmérőjű ecsetet használjunk, szintén milyen keménységű, tehát éles legyen a vonala, vagy szépen elmosódott. A Photoshopban alapból be vannak állítva különböző típusú ecsetkészletek, akár foltra, akár különböző formára, alakzatra. Itt rajzolhatunk, itt ilyen esetben egy fűszál van beállítva, falevél, folt, szórópisztoly hatás. Próbáljuk ki ezt a fűszálat. Válasszuk ki. Select, deselect, mindenképpen el kell tüntetnünk a korábbi kijelölést. Itt ki tudjuk választani az ecset színét. Mindig a felső jelzi a festőszint, ez az alsó szín négyzet pedig a háttérszint jelöli. Ha ide kétszer rákattintunk, meg fog jelenni egy ilyen színválasztó ablak. Itt ezt a csúszkát váltakoztatva szépen be tudjuk állítani azt a szint, amit szeretnénk használni. Én most, mivel füvet szeretnék festeni, ezt a zöldet fogom kiválasztani. OK gombbal rákattintok. Megvan a fűszál. Úgy néz ki, hogy ez a méret ez túlságosan kicsi. Ide kattintva meg is jelenik ez a fűecset. De ha más alakzatot szeretnénk, nyilván akkor más alak lesz. Nézzük meg az alapbeállítását, legyen ez. Keménységét kicsit fölvesszük, méretét kisebbre állítjuk, még kisebb, ettől legyen nagyobb. Jó, az opacitás vagy áttetszőségét is tudjuk választani, változtatni, illetve ezt a folyatási szintet is tudjuk. Az opacitás 100%, akkor nem áttetsző, ettől alacsonyabb, akkor valamiféle áttetszőség értékben van állítva az ecsetnél. Nézzük meg, ha 100%, akkor egy teljesen telített zöldet kapunk, vagy az adott színűnek megfelelő beállítást. Ha ezt csökkentjük, akkor sokkal kellemesebben tudjuk fedni. A képünket. Nyilván, ha többször áthúzunk rajta, akkor az adott 46% az a kétszer áthúzott területeken már közel 100%-os fedést fog tudni adni. A lecset ikon alatt találjuk a Clone Stamp, azaz Clone bélyegző eszközt. Csukjuk be ezt a képünket, nem mentjük, és megnyitjuk újra. Klombjegyzővel képrészleteket tudunk másolni az általunk meghatározott helyre. A korábban említett eszközöktől, például a SEPTAPASZ vagy a foltozó eszköztől annyi különbséggel jár, hogy ez a Clone Stamp ez nem képes beleolvasztani az adott területbe a kivágott részt, hanem itt magunk tudjuk beállítani azt, hogy mennyire legyen belesimuló, vagy mennyire ne legyen belesimuló. Alapvetően egy kevésbé belesimuló foltozási lehetőséget biztosít ez az eljárás, azonban kisebb javítási munkáknál rendkívül jó és pontos eredményt tud adni. Nézzük meg, hogyan működik. Kattintsuk rá a klombjegyzőre. Itt is ki kell választanunk a másolni kívánt területet, szintén az Alt billentyű lenyomása mellett. Meg is változik, egy ilyen kereszt alakú, célkereszt alakú kijelölést kapunk. Ha ide kattintunk, akkor innen kezdjük el másolni ezt a képpontot.
utána általunk kijelölt helyre, mondjuk itt a tetőcserépre. És látjuk, hogy ha ezt így szépen, következetesen elsimítjuk, mozgatjuk, megkapjuk az ablakunkat. Ide a tetőbe gyönyörűen szépen bele tudjuk másolni az ablakot. Ennek is tudunk állítani a keménységén, a méretén, az áttetszőségén, ugyanúgy, mint az ecset esetében. Itt fönt meg tudjuk adni a méretet, a keménységet, itt az áttetszőséget, illetve ennek az összefolyatását. A gombbélyegző eszköz alatt találjuk a visszavonás ecsetet, erre kattintva azokat a részeket szépen vissza tudjuk vonni, amit korábban mi módosítottunk. Ha nekünk nem megfelelő, és nem volt egy, esetleg nem volt egy korábbi mentésünk, vagy a visszavonás gombbal sokkal macerásabb lenne, akkor ezzel az ecsettel szépen ezt el tudjuk tüntetni. Nyilván a memóriánk teljesítményétől függ ennek a használata. A visszavonás ecset alatt találjuk a radír ecsetet. A radír ecsetnél alkalmazhatunk sima radírt, vagy különböző varázsradír eszközökkel tudunk dolgozni. A sima radírra kattintva be tudjuk állítani a radír méretét, radír keménységét, áttetszőségét, folyatását, ugyanúgy, mint az összes többi ecset és klombjegző esetében. És be tudjuk állítani, hogy a radírozáskor a hátterünk színe milyen legyen. Ezt pedig itt tudjuk megtenni, ott, ahol korábban beállítottuk ezt a zöld színt, hogyha ezt a kettőt megcseréljük, és azt szeretnénk, hogy a radírozás helyén egy zöld folt maradjon, akkor erre a kis oda-vissza nyíra kattintva ezt meg tudjuk cserélni, tudjuk forgatni, és szépen ki tudunk radírozni nem kívánt részeket a képből. Az Edit Step Backward, azaz visszavonással ezt el tudjuk tüntetni. Nézzük meg, mire alkalmas a varázsradír eszköz. A varázsradír eszköz egyfajta kivágásra, részképészetek eltüntetésére alkalmas, szintén tolerancia szint beállítása szükséges hozzá, alapból a 32 pixeles tolerancia szint van beállítva. Ennek segítségével színek szerint tudunk képrészleteket kivágni, eltüntetni a képből. Ami ehhez hasonló eredményeket fog nyújtani. Visszavonással szépen vissza tudjuk hozni ezeket a kivágásokat. A radír alatt egy festő eszköztárral találkozunk, ami különböző festési lehetőséget biztosít nekünk. A Gradient Tool, itt mindenféle színátmenetes és különböző színes kitöltéseket tudunk alkalmazni az adott rétegen. Ezek mindig adott rétegen lévő munkákat biztosítanak számunkra. Próbáljuk ki a legelsőt. Ez egy az általunk kiválasztott színből fehérbe történő átmenetet biztosít nekünk. Rákattintunk, húzunk egy vonalat, ami meghatározza, hogy mettől meddig történjen az átmenet. Ráfestünk, és elkészült egy ilyen visszavonással. Ezt el tudjuk tüntetni. Ha nem szeretnénk az egészet befesteni, akkor csak körülbelül a közepéig húzzuk, és akkor a közepén éri véget az átmenet. Az a másik, amikor megtartja a háttérképet, és elé húzunk egy adott színnek megfelelő színátmenetet. Kapunk egy ilyen hatást. Szerkesztés visszavonással el tudjuk tüntetni. A festékes vödörrel pedig ki tudjuk tölteni a kijelölt részleteket. A kijelölés ikont használjuk, mint a kivágás ikont. Ezt kivágjuk, rákattintunk a festékes vödörre, akkor csak ezen részleteken belül fog töltés működni.
Látjuk, hogy a festékes vedő a tartományán kívül, illetve a kijelölés tartományán kívül nem tudunk kijebb csúszni. Ez is tud nekünk segíteni abban, hogy egy pontos kitöltést tudjunk létrehozni a képünkkel.